Sziasztok! Azt hiszitek, hogy ez egy prank, igaz? Én tegnap jöttem rá, hogy ebben a világban mindennek ára van. Különösen azután volt a CNN formáló, miután nekem a nemzeti konzultációs kérdőív helyett egy ilyet hozott a postás. A Dark Web-en szereztem be egy kétes, de megbízható oldalról, természetesen hamis személyazonossággal. Az ára két kecske volt, és... örök életű rabszolgaság, amelyből 30 évet már le is húztam Kolumbiába, színesi fémet bányászva, haza is engedtek egy kis Szabira, de az a helyzet, hogy még mindig szomorúan azt látom, hogy ezen a konzolon még mindig előző generációs játékokkal fogunk játszani nagy részt, kivéve a Demon's Souls, az eredeti brutális kihívás teljesen újraépítve. Meggyőző szalag cím. Eretnekséget fogod elkövetni amúgy az elején, mert annak ellenére, hogy a konzol beépítve tud 4K-ban rögzíteni. Leteszteltem tegnap egy Niós klippel, majd azt ki is baszom YouTube-ra. Akkor ezt már gyorsan még elregélem. Az a helyzet, hogy a 4K-s formátum, amiben vesz fel a konzol, az úgynevezett webem, MP4-et nem tud 4K-ban, amit a Vegas ugye kurvára nem támogat. Tehát tudnék most 4K-s felvételt készíteni a játékról, csak olyan szintű seggfájdalom lenne, hogy tegnap 4 darab másfél perces klippet körülbelül negyed óráig másoltam át az adathordozómra. Most ezt egy órás klippel, hogy ne mondjam, meddig tartana. És akkor még onnan át kell másolni gépre, át kell konvertálni webemből MP4-be, hogy a Vegas is tudjon vele kezdeni valamit. Szóval majd lesz 4K-s végigjátszás ebből a gyerekek, most egyedülre maradok az 1080p-nél, amit ugyanúgy 1440-ben renderelek meg azért, hogy megkapja a jó kodeket fixen YouTube-on. Az igazság, hogy ahhoz, hogy konkrétan már Capture Card-dal is tudjak majd ugye 4K-ba rögzíteni, amit már valamelyik videóban említettem is, talán a Darkos végigjátszásnak a végén, konkrétan tényleg csak egy új Capture Card-ra van szükségem, ami úgy megközelítőleg 70 000 forint, illetve egy másodlagos 4K-s monitorra is. De hogyha ezek megvannak, akkor onnantól kezdve konkrétan tényleg nincsen semmi akadálya. Véglegesen át fogunk állni arra a felbontásra. Mivel ebből a játékból több végigjátszást is tervezek, tehát hogy strength-esen játszottam korábban, ezért most nem az lesz, most dexes lesz, de utána a későbbiekben lesz majd strength-es, lesz quality is. Sorcery-t nem fogok nyomatni, mert ebben a játékban mocskosul broken, és igazából nézzük is meg az intrót. Csak előbb kéne a lemez is. Ugye, nekem nem a digitális verzió van meg. Komolyra fordítva a szót, amúgy DNS Zsolt kollégának köszönjük szépen a konzolt, hatalmas forma vagy. A hold áldása kísérjen utadon, dicsérd a napot, meg miket szoktak megmondani a niggerek a Dark Souls-ban. Az összes ilyen jó kívánságot. Na, meg is tettük az új intézkedéseket, azaz behelyeztük a lemezt, és le is vágtam magam offline-ba, ugyanis az első végigjátszáson, amíg platkózok, fixen ez lesz a módi, nem azért, mert félek az invaderektől, bár most nem hiányzik, hogy keresztbe basszák a játékomat, ugyanis itt a világnak is van saját mechanikája, amivel egyesek talán még nem találkozhattak. Na, nézzük azt az intrót. Ezt csak egyszer láttam még ezt az intrót. Tegnap a kopárom kezdte el a játékot. Kapta egy belepillantást amúgy a karakterkreálásba is. Már tudom is, mit akarok csinálni. Meg a tutoriál küldiből körülbelül 2 percig elkértem a kontrollert, hogy leteszteljem az irányítást, és őszintén a kamerával vannak gondjaim, gyerekek, majd mutatom. Lehet csak hozzá kell még szoknom. Mennyire fasz lenne, ha amúgy általános közelharcban ezekben a játékokban mi is tudnánk a pajzsunkat így használni, hogy nem csak klopp meg Ferri, hanem legit beütögetünk is vele. Ja várjál, Dark 3-ban a Valor Heart fegyver az pontosan ezt csinálja. Most komoly, hogy az intro a hópot hirdeti. Ezt még mindig nem tudom elhinni annak ellenére, hogy másodjára látom az intrót. Most tényleg a hópot kell hirdetni. Amikor, mondom, nem vetek meg senkit, akkor hópozik, de ennek a játéknak szerintem elsőlegesen arról kéne szólnia, hogy egyedül hogy tudod kivinni.
eszem meg el. Az első legendás Pokémon, amit be fogunk fogni, a Dragon God. Mennyire egy puritán boss fight az is. Na, gyorsan átnézem a beállításokat amúgy még. Heads up display legyen, oké, controller. Trigger effect, faszom tudja, igen. Elterjedt az is, hogy itt is cinematic és performance mód, vagy Nioh-ból jól ismerten movie mód és action mód. Természetesen mi itt a performance-ot fogjuk nyomatni, mert tegnap azért azt láttam egy Full HD-s monitoron is, tudja a játék a 60 FPS-t, így se gyenge azért, na majd ha 4K-ba lesz róla a cucc. Szerintem ez is jó minőség lesz. Audio. Egy picit talán lejjebb vesszük, hogy ne süketüljek meg. Kamera, na ezt nem értem, hogy kamera viselkedik. Üldözés. Fall assist és manual. Szerintem állítsuk egy manual-re, és a tegnapi tapasztalatból én egy 0.8-asra főkúrom, aztán lesz, ami lesz, autotarget lock nem kell, legrákosabb mechanika, amikor a játék önkényesen eldönti, hogy majd én rálokkolok a következő ellenfélre, én ezt. Feliratokon, subtitle backing, contrasting backing on subtitles for easier readability. Jó legyen. Legyen aztán, hogyha mag zavar, akkor kikapcsoljuk. Az online rész az be kurvára nem érdekel. Persze, hogy offline megyünk. Body type A és B. Miért nem lehetett volna odaírni, hogy female és male? Én most nem akarok csöcsöket, jó lesz nekem a B. Kifejezetten szép a karakter kreálás, már vetekszik a Nioh-éval, bár annyi hajtípus nincsen, mondjuk ott se vagyok kisegítve nagyon azzal a 38 különböző hajjal, amikor 12 ugyanúgy néz ki belőle. Klasztoszt választunk, mivel dexezni akarok, ezért vagy a Wanderer kéne, vagy a Thief, ez mit is tud, 15-ös dex, 13-as luck. És ugye önmagában egy fasz a kis dexes fegyverrel kezdünk, azt hiszem, vagy a Scimitar ez, vagy a Falchion. Annak utána néztem ugye a megújult Fextrash Wikinebből a játékból, hogy rengeteg fegyverből ki lehet hozni az SS scalinget, hogyha vagy a Crushing, vagy a Sharp irányt követed, ami ugye a Heavy-nek és a, ja várjunk, a Sharp az maradt Sharp azóta is. Szóval az Infuse az itt is, arra itt is törekedni kell majd. Csak itt ugye egy kicsit bonyolultabb, mint a Dark 3-ba, aki a Dark 1-be szitta az Infuse, hogy így nehéz, meg úgy nehéz, az itt meg fogja jelni, hagyd ne mondjam miért. 14-es dex, 15-ös luck, az intelligence-ünk az magasabb. Menjünk Wanderer-ről, szerintem starting gift. Fire arrow. Alluring Skull, Firebomb, úgyis fogunk találni, Kunai, ezt is fogunk találni, Providential Ring, erre nem emlékszem, megnevelő az Item Discovery-t. MP-töltő, Stamina Recovery növelő, konkrétan Elizabeth's Mushroom-nak a hipster verziója, ami már azelőtt Elizabeth's Mushroom volt, hogy az Elizabeth's Mushroom menő lett volna, Prism Stone, és semmi. Hát természetesen ez a gyűrű tűnik a legígéretesebbnek. Majd kitalálok egy nevet, és igazából megint az éjszaka során eszembe jutott az egyik kertvárosi gettós részből egy csodálatos idézet, a Bűzhös, hogy visszavág című részből, szóval az én választott karakterem a vak Nigger szamuráj lesz. Várjatok szépen, amíg meg nem csinálom, és ki nem találok neki egy nevet. Mi is Foundation? Aha. Most volt a Pride amúgy is. Animation Style B. Ez kicsit olyan hombáros ez a járás. Ez olyan flagmább, kifinomultabb vocals. Tökéletes. Jobban el se találhattuk volna. Ja.
Mindjárt jövök. De tök jó, hogy a játék amúgy tudta, hogy én mit akarok az elejétől kezdve. Ezt én értékelem. Facial hair. Az a bajusz, bazd meg. Favágók és pornósok biztos értékelik. Valamilyen pálymelyes izé szakálka kéne a Kill Bill bűl. Az igen. Viking bajusz, bazeg. Van itt azé lehetőség. Jaj, 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 jaj. Csoda pajesz. Azt a kurva. Ó, vagy kicsik egy zsidrákos. Jó, ez lesz. Alakul, mindjárt megvan. Jó, legyen. Tökéletes. És itt is cula, mert nagyon kreatív vagyok. Megvagyunk. King Alant the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valifax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had roused semmi köze a játék lórjának a Dark Souls-os lórhoz. Tudom, van egy-kettő légből kapott teória, ami az ellenkezőjét állítja, de ez egytöldik fasság. Max innen lesznek elnyúlva referenciák. De hát az meg más helyzet. Fejlesztők magukhoz nyúlnak játékokon belül. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane and chaos reigns. Valifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force, and the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors lured by the possibilities braved the fissure to breach the accursed land, but none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Yurt azaz a... Saint Urbane. Hangvillás fejű kis izé sorozatgyilkos, akinek az armoriát használtam. Nem tudtam összepárosítani a nevével. Valamiért a kis faszom izé skandináv mitológiai beli tűzóriás szört jutott eszembe állandóan, de végül is nem különbözik a nevük annyira. Will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Ah, oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? A 100 forintos kérdés, ami ugye a két választható endingre utal majd, hogy vajon végre? Végre Boletariának lesz egy megmentője, vagy a démonok találtak egy új szolgát. Önmagában kísértetiesen érdekes, mióta játszotta a Persona 4-el is, hogy hasonló a játéknak a sztoria, hogy olyan szempontból, hogy itt is van egy nagy köd, ami elvágja a külső világtól a itteni telepet. So that you may lull the old one back to slumber. De reszek ez a kupa kontroller. Biztos, hogy hamarabb fog merülni. Ja, igen. Mivel először játszunk, ezért a játék nem kérdezi meg, hogy akarunk egy tutorialt. Egy pillanat.
Control speaker módot, az nem érdekel. Na, tehát röviden tömören annyi a helyzet, hogy ugye itt van a Boletaria nevű királyság. 12. King Alant, ugye a lelkekerejét felhasználva, kifejezetten nagy jólétet biztosított egész addig, amíg jött ez a szintelen mély köd, ami elnyel mindent. Ami ugye ebből az Old One Demonből ered. Ez egy ilyen áthatolhatatlan köd, ami lényegében hozta magával a démonokat, amelyek ugye leülik az embereket. Tehát itt nem ez a Halloween van, hogy ugye egyre többször meghalsz és úgy veszted el az eszedet, hanem egy démon elszedi a lelkedet neked, mint embernek, marad lelked, eszetlen maradsz, megőrülsz, és az őrültek támadják a nem őrülteket, és szépen lassan eluralkodott a káosz. És ugye, mert említettek itt egy tagot, ezt a Valarsaxet, aki ugye sikeresen áttörte a ködöt, és elmondta a világnak ugye, hogy mi zajlik Boletariában, elterjed gyorsan a legenda, ugye, és minden egyes alkalommal, amikor a démon az egy emberi lelket is elfogyaszt, a saját lelke is ugye erősödik. Az ember életerejét gondolom megkapja, vagy valami ilyesmi, ez ugye önmagában az ilyen zsidó keresztény mitológiájában is így volt. Az összes ilyen faszon démonos filmben, ha a démon elfogyaszt egy emberi lelket, akkor ugye megkapja az embernek a hátralévő életéveit még, vagy valami hasonló. És ugye azt mondta a játék, hogy azért egy éred démon lélektelben azért eléggé brutál erő lakozik. Ugye elterjed gyorsan a legenda, különféle harcosok jöttek, de egyik se tért vissza, és konkrétan a játék felsorolt egy jó pár karaktert, akikkel majd fogunk itt találkozni. És mi vagyunk az utolsó reménysége a királyságnak. Olyan hal szemünk van. Na igen, nekem az az egy gondom a kamerával, gyerekek, hogy amikor így húzom, így az utolsó pillanatban, így amikor helyreáll, így belassul. Tehát ilyen kicsikét nehézkes az effektusa, de... Szerintem én ezt föl fogom venni inkább 0.9-esre. Na, ez így már jobban tetszik. Oké. Okay. Eredj. R2. Hú, de rezeg, baszki. Perike. Két kézbe ugyanez. Rolling. Running. Ez ugyanez. Backstep. Ezek utáni támadások. Tökéletes. Van egy tőrünk is, de az most nem fog kelleni. Add Sharpening Stone, az ugye durability-t basz vissza, most ez se fog kelleni. Ammo, stb. Ez az equipmentünk, fasza. Inventoring, meg tudjuk nézni egyesével a cuccainkat. Status, na igen, a tendency. Toljuk le a tutoriált és elmagyarázom, hogy ez micsoda. Mert ugye van világra és karakterre vonatkozó tendency is. Viszont azt szomorúan látom, hogy ez a plusz letört kőtábla, a DLC, az így se került lefejlesztésre. Mondjuk nem is ígérték, de azért durva, hogy lényegében csak nem használt kódot kellett volna használatba átrakni, és ennyi, mert le volt fejlesztve, csak végül. Na mindegy, szóval én azt gondolom, hogy szerintem megcsinálták volna. Ja. Zwei darab ütés. Nem, valami az irányítása még nekem nem kósa, lehet csak hozzá kell szokni, de mondom, van egy ilyen visszahúzó, gravitációs, nehézkes érzésem egyszerűen. Lehet tényleg csak hozzá kell szokni. De már most gyártom a kifogást, hogyha a Vanguard Demon nem tudjuk legyőzni, akkor az debbiattabb lesz, hanem a kamera miatt. Hehe. Guard. Mire jó ez? Nem kapjuk be a sebzést, és az ellenfél támadás animációja megszakadt. Húzzunk már a fényerűn egy kicsikét, mert a faszomat bele. Jó, nem találtam meg, hol kéne. Végül is mondjuk nincs olyan sötét. Az éjhatókör ennek a kardnak. Ezzel fogok menni az elejétől kezdve, ugyanis... Faction... Bleedet is tud. Magában a Bleed az nem emlékszem, hogy itt mit csinál ebbe a játékba. Ha önmagában bevérzik az ellenfél, akkor egyszerre veszít egy nagyobb adag HP-t. Vagy
vagy esetleg ilyen recurrent damage formába történne az egész, mint az égés vagy a méreg. Mondjuk, hogyha vérzés olyan lenne, mint a méreg, akkor mi a fasz szükség lenne a méregre? Crescent Moongrass. Ja, hát igen, itt nem piálni fogunk ilyen kis estusszal töltött lapos üvegből, hanem füvezni, mint az állat. Olyan szintű színes fű diszkográfia van itt ebben a játékban, ami ugye a holdnak a különböző állapotait mutatja be, hogy Crescent Moon, Half Moon, Late Moon, Full Moon, New Moon, stb. Tehát itt konkrétan nem piások leszünk, hanem dílerek. Vagyis hát várjunk már, nem, a marihónája az konkrétan egy növény, szóval nem dílerek vagyunk, hanem kertészek. Na, letisztáztam ezt is. Hát igen, azért 2009 óta szépen föl lett ez húzva. És tényleg, ez full HD játszó, és így se gyenge. Gyerekek, így se gyenge. Milyen lesz ez majd 4K-ba, baszkikám? Ja, tényleg. Ebbe a játékban lesz egyedül elérhető ez a funkció. Az ilyen kis párkányokra föl tudunk szökkenni. De cserébe amúgy nem tudunk ugrani. Csak nekifutásból gyorsan gurulni egy nagyot. Nincsen jump attack, nincsen plunge attack, és nem tudunk gyorsan létrát mászni. Nyugger stílusba fog történni az egész. Na, egyszer gyakorlom a perikét. Azért az érdekes, hogy előjelzi a játék, hogy lement a HP-ja nullára, mielőtt az agybeteg kombó, hogy nem elég, hogy egy fél pályáról neked rohanó atakkal kezd, hanem még utána így vagdalkozik is. Na igen, itt merül ki az, hogy a Crescent Moongrass az mennyire keveset heal-el. Tehát ez ugye az elején ilyen kisebb fiszemfaszom sérülésekre jó, de igazából egy komolyabb találat benyalása után már itt is inkább a Half Moongrass-hez kéne folyamodni. Most találtunk még kettőt. Forlorn Outpost. Ja igen, itt a egyes világoknak a részeit úgy tudom, hogy elnevezték itt, tehát lehet, hogy ez nekem szokatlan lesz még az elején. Aha. Igen, ezek már keményebb gyerekek. Nem tudunk menni. Fura itt az időzítés. Nem, egy light heavy se elég. Akkor maradok inkább a három lightnál. Vagy esetleg két heavy. Mondjuk tök mindegy, hogy most egy ütést tudok spórolni. Itt is vannak a Black Knight prototípusok. Easy volt, de itt van feljebb belőle egy, amire határozottan emlékszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon ilyen kis passzív jóskára csinálták, meg csak guardol, meg mi egymás. Aha. Megvan, mi volt az előbbi peri animációban, ami félre sikerült, túl korán nyomtam. Itt már egy kicsikét nekem ez úgy tűnt, mintha késő lenne, de ez volt itt a jó időzítés. Nya. Zsír feka. Feka zsír. Half Moongrass, oh. Már önmagában ezért megéri végignyomni a tutorialt. Tutorialt. Megkapunk füveket. Azért a range-el még nem vagyok teljesen képbe annyira. Unknown Warrior Soul. Főzdek valamit itt az urak. Jó paprikás krumplit azt most mondjuk adnék, még úgy is, hogy amúgy diétázok.
már egyből a Vanguard lenne? Nem, még nem, de hogy... Hát tényleg, így sem nagyon lehet futni, azért csinálja a... rollt mindenáron. Jó van. Az, hogy egyébként most a idézőjeles tutorial boss-t azt le tudjuk-e verni, vagy sem, abszolút nem számít, mert a későbbiekben úgyis ott lesz, mint ellenfél. És akkor max egy helyet kétszer szerzed meg a lelkét, amiből amúgy is csak egy baszó strength-es fegyvert lehet csinálni. A Dozer X-et, ami az alap damage-e nagyon durva. Tényleg konkrétan az ilyen raw weapon-öknek az előfutára, mert nem lehet fejleszteni, és cserébe kurva nagy a súlya. Tehát egy crushingba infuzolt Great X bizonyos idő után már rohadtul, de felül fogja múlni. Itt is van dagattálat. Nem is kell dodzsolni, ezt ki tudjuk futni. Nekem eskü úgy tűnik, mintha könnyítettek volna ezen a bosszon, ugyanis régebben nagyon-nagyon sok fájdalom volt leszedni. Ezt se kellett volna már dodzsolni, de látom, hogy ki tudtam volna futni. Csak okosan a staminával, nem hajt a tatár. Igen, szokott egy ilyet, és akkor lehet csinálni. Ezt ugyanúgy be lehet triggerelni, mint a Asylum Demon-t. Igen, sikerült is. Óvatosan a healer, mert elbaszod vele az időt, aztán rákúr egy olyat, hogy one shot, szóval. Ez pedig azt hittem roll catch lesz. Szépen meg lett amúgy csinálva. Nagyon-nagyon-nagyon. Demon Vanquished. Megkaptad a démon erejét. Vagy a démon lelkét is, egy olyan erőt, ami totálisan felülmúlja az emberi... mi a nevét? Képzeletet. De tök mindegy, hogy ezt most levertük-e vagy sem. Unknown Egress. Ez konkrétan a... Dragon Guard-nak az arénája. Azaz lesz egy nagyon szép... Kit akarok átbaszni? Egy jó kis megalázó halálunk. Scriptelve természetesen. Megkaptuk a Night Set-nek az egyik sisak. A egyik sisakját, mint a több is lenne. Ez konkrétan a Flame Lurker utáni rész, tehát mint hogyha a Dragon Guard-hoz jönnénk boss fight-olni. És igazából előrevetíti nekünk a játék, hogy mekkora egy fajék egyszerűségű boss lesz. Full Moongrass. Na ezért már megérte, hogy mid-slash endgame-es healing cuccot tudunk találni már most, mert ugye ezek megmaradnak. Tehát itt konkrétan még tudunk lootolgatni egy kicsikét. Zwei darab full. Ezeket föl tudjuk szedni vajon mind, vagy már idő előtt meg fog minket baszni? Én nem lepődnék meg semmin amúgy. Hearthstone Shard már most. Hú, gyerekek, próbáljátok meg azt a Vanguardot leszedni. Sharpstone Shard. Itt a játék alapvetően bekategorizálja a fegyvereket, hogy milyen irányultságú alapvetően. Mondjuk egy ilyen kis kard dexes, egy fejsze a strength-es, és attól függően tudod Hearthstone-nal meg Sharpstone-nal infuzolni. És például egy Hearthstone-nal infuzolható expert, te nem fogsz tudni dexre skálázható Bladestone-os Sharp weapon csinálni. Úgy, mint egy ilyen kardból se fogsz tudni strength-re scale-elő crushingot csinálni. Tehát itt is be vannak skatujázva a fegyverek. Renowned Warrior Soul. Na igen. Hm.
az egyetlen halál, ami 1000%-osan nem az én hibám. Jó, feltörölte velünk a padlót, de legalább szereztünk pár cuccot. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Most a Nexus csapdába ejtette a lelkünket, és nem menekülhetünk el innen. Tehát itt konkrétan lélek formába nyomulunk. Fél HP-n, azt hozzáteszem. De már most mondom, hogy álljatok ellen a kísértésnek, hogy változzatok vissza human formba. A World Tendency miatt. Tudok vizen járni, mint Jézus. Ilyen kékesen vibrálunk, és azt már pont megfigyeltem tegnap is, hogy ezt a tipikus lehúzó Crestfallen karaktert, aminek ugye minden játékban lennie kell, azt itt elfekásították. Én a Black Lives Matter. Kicsit úgy néz ki, mint az új Star Wars trilógiában az a totál jelentéktelen karakter, a Finn. Akit egy totálisan harmadrangú, egy 20-rangú színész játszik amúgy. Mellett egy orbitális, büdös nagy hópihe. Ne bánts, virág! Legjobb kombináció. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. Nexial Binding, azaz Dark Sign, azaz Hunter's Mark, elveszítesz minden soul-t, és visszajössz a Nexusban, ne várjunk csak a Half Moongrass, a Full Moon-t, azt vegyük ki, arra nekünk még nem lesz szükségünk, majd lesz előtte még Late Moongrass. Egyelőre még úgy elleszünk ezekkel, meg hogy is állunk szinte? Egy olyan 700 kéne, szóval lehet, hogy egy ilyen lelket, amit kaptunk, azt elpattintok. Az Unknown Warrior mennyit ad? 200-at? Na, tökéletes, ennyi elég is volt. Jól emlékszem, ez itt nem csinál semmit, csak egy szobor. Csak így innen nézve annyira egy ilyen így annyira árulkodik róla, hogy oda mész és fog történni valami, de nem. Ja, várjunk már, ezt lehet, nem kellett volna elpattintanom ezt a 200 szót, ugyanis most jutott eszembe. A Maidennél csak azután fogunk tudni szintezni, miután leszettük az első boss-t. Epic fail. Na mindegy. Ugye, vannak itt már őshonos NPC-k egyébként a Nexusban. Kínos beégés, még most jelenleg egyet se látok. Azonban itt az egyik legjobb barátunk, az a Stockpile Thomas nevezeti úriember, akinél le tudjuk pakolni az összes felesleges tárgyat. Hey Hitler! Erre miért van szükség? Itt nem csak a fegyvereknek meg a páncéloknak van súlya direkt be rajtunk, hogyha nehéz, akkor lassabban gurulsz, hanem az inventorinknak is súlya van. Ne vegyél 300 nyílveszőt, hogyha már félig be vagy telve, mert nem fogsz tudni előbb-utóbb fölvenni semmit. Sőt, bizonyos fejlesztési alapanyagok olyan nehezek, tehát például a heavy, vagy crushing fejlesztési iránynak a legdurvább köve, ugye a pure greystone, annak valami 10 egység a csúlya, csak egy kurva kőnek. Olyan sima, mint a herém. Vele azért kell ugye majd beszélgetni még, mert fogunk találni egy ilyen kis hajdíszt, ami a lányáé volt, amit majd oda kell neki adni. És akkor kapunk majd tőle egy gyűrűt, ami ugye megnöveli az itemből, na tehát igen, azt a kapacitást, ugye, hogy minél több item lehessen nálunk, tehát 90-ről valami 130-ra felugrik. I'm Stockpile Thomas, when the Scourge came. I didn't know what hit me. Ilyen kis skót akcentusa van, bocs, hogy lehitlereztelek, köcsém. Here, in this Nexus, my wife and daughter fell. Victim to the demons, but I would be worthless in battle. I would be happy to lighten your load and look up. Organized storage. Ja, hát igen, a lelkeknek nincsen súlya, azt hiszem. Grindstone most nem fog nekünk kelleni.
Ja, hát igen, mivel ugye úgyis a Nexusban tudunk majd fejleszteni, azért a köveket pakoljuk le. Nem akarjuk ezt cipelni. Tőre nem fog kelleni. Mi a faszom csöcse van itt még. Ezt most meghagyhatjuk még. Bár nem, nem akarom a... Rest assured, best of luck. Na, nem akarom a nigger szamurájomnak a külsejét elcsúfítani egy sisakkal. Szóval egyelőre... Best of luck. Mondhatni, meg is vagyunk. Ja. 21-ről le is mentünk 16-ra. Ő a kovács majd. Az egyik kovács, meg kettő van a játékból. Baldwin, a feka tesója, Ed. Ed a hasznosabb, ugye? Mert nála lehet majd boss weaponeket csinálni. Baldwin úgy néz ki, mint Andrénak az anorexiás gyereke. Nem gyúrtál, hogy mint a fatermi. De szemüveges cserébe. És nem halhatatlan. Igen, ugye lehet upgrade-elni weapont. Aha! Tudjátok mit, plusz egyesig már húzzuk is ki. Ezért volt jó megcsinálni ezt a kis tutkó részt itt. Tudunk venni ugye fegyvereket, de ami leginkább érdekel minket, az ugye Restricts health recovery temporarily. Azt ennek mi a faszom értelme van? Gondolom, hogyha kritezni akarsz, vagy valami más nem igazán tudom elképzelni. A Fresh Spice és az Old Spice, ezek manát töltenek. Ami érdekel majd minket, az ugye az Arrow, de amíg nincs íjunk, addig fölösleges. Knows his trade well. If you do meet him, no, forget. You come back alive. Blacksmith Ed. Na tudjátok mit, majd jobban beszélgetünk itt mindenkivel, amint leszettük az első boszt. És elsőre visszaváltozunk ember alakba. A hátralévő maradék időbe, akkor regéljünk egy kicsikét itt a tendenciákról. Ugye ezt a későbbi részekből kivették, tehát itt azt se lehet mondani igazából, hogy a döntéseidnek van súlya, inkább csak az, hogyha elpatt. Mondjuk de, lehet azt mondani. Na szóval, karakter és world tendency. Ugye, ennek 7 állapota van, szélsőséges pure black-től egészen fölfele a pure white-ig. Ha jól tudom, akkor mi itt most a semlegesen a neutral-ról indulunk, vagy talán a fölül egyel, mert én határozottan úgy emlékszem, legalábbis a world tendency szempontjában én határozottan úgy emlékszem, hogy már a második boss leülése után pure white, tehát hogy most az online léttől attól most így vonatkoztassunk el, hogyan lehet növelni a world tendency-t bossoknak a leülésével. De mivel összesen minden világban csak 3 van, ezért úgymond nincsen sok esélyed. Könnyen el lehet ezt baszni, hogy nem éred el a pure white-ot. Hogyan? Hogyha meghalsz ember alakban. Ugyanis csökkenteni úgy lehet, hogyha meghalsz ember alakban. Tudom, hogy nagyon-nagyon vonzó lehet az, hogy full HP-n játszani, meg minden mekkora patkányság, hogy fél HP-n kell játszani. Majd egy gyűrűvel egyébként ezen tudunk korrigálni, hogy 75%-on játszunk, de sokkal jobb ez, mert akármilyen gebaszt beüt, meghalsz ellenféltől, agyonnyom egy felét guruló kő, leesel, hát a gravitáció az ebben a játékban közel ellenség, akkor nehogy már lejjebb csúszon a world tendency. És ezt most nem azért, mert minden egyes alkalommal, amikor ugye tendál a pure black felé, akkor egyre nehezebb lesz, hanem azért, mert a pure white-hoz ugye köthetőek bizonyos események is. Megnyílnak olyan pályarészek, amelyek korábban zárva voltak, föl tudunk szedni ugye egyedi fegyvereket, unique weaponöket és konkrétan csak azokat. Már boss weaponöket, azokat boss soulokból tudunk csináltatni. És leginkább ez a lényegük. Meg ugye itt ugye könnyebbek az ellenfelek, kevesebbet sebeznek, és ugye a füveket, azokat nagyobb mértékben dobálják, tehát hogyha esetleg azokból szarulálsz, lehet venni is mondjuk, de hagyd tegyek már föl egy kérdést. Mi a búbánatos, mócsingos faszomért költsük olyanra, amit tudunk ingyen farmolni is. Szóval pure white-on lehet farmolni az ellenfelektől ugye a füveket, meg ugye megcsináljuk majd a pure white world tendency-hez kötődő eventeket. Na de, a pure blacknek mi a lényege? Hogyha lemész pure blackre, ugye nehezebbek az ellenfelek, viszont a fejlesztési alapanyagok jobban jönnek. És vissza is lehet állítani majd pure blackről egyébként a világot, hogyha mondjuk már végeztél a farmolását, tehát hogy mi ebbe a végig egyszerűen most arra fogunk törekedni, hogy tudatosan fölvisszük előbb majd az összes világot pure white-ig, megcsináljuk az ottani eventeket, hogy lássátok, tehát ez
úgy is lehet mondani, hogy ez a végigjátszás olyan platinázós lesz, mondhatni. Tehát nyilván egy végigjátszás, hát nem fogjuk kiplatkozni a játékot, de megteszük a szükséges lépéseket, hogy a macerás részét letoljuk. Szóval fölvisszük az összes World Enders Pure White-ra, utána meg majd a fölhalmozott kövekkel, amikkel ugye egyébként human formba lehet változni. Majd azokkal ugye meghalunk minden világba hétszer, lemegyünk Pure Black-re, ott majd lehet farmolgatok egy kicsikét a Shrine of Storms-nál, ott van egy ilyen notórius dupla katanás fekete csonti, aki egyébként ugye dobálja a Blazestone chunkokat, meg a Pure Blazestone-t is. Ez fog majd kelleni a Sharp Weapon-nek a kimaxolásához. Továbbá, mielőtt mondom a továbbát, előtte gyorsan kitérek a karakter tendencire. Ez is semlegestől indul, ebből is van Pure Black, meg Pure White. Pure Black-re hogyan lehet lemenni? Kurva egyszerű. Ártatlan NPC-ket kell ölögetni, na ezt nem fogjuk tenni. A Pure White az egy macerásabb dolog, mert az összefügg a World Tendency-vel is. Mi értelme van ugye a karakter tendencit növelni, slash csökkenteni? Ugye két questline is kötődik hozzá, kapsz egy-egy gyűrűt Pure Black-en és Pure White-on, továbbá van két fegyver is, a Soul Brand és a Demon Brand, amiknek a sebzése a Soul Brand-é akkor skálázódik a Pure Black a karakter tendencit, a Demon Brand-é pedig akkor, hogyha Pure White, illetve hogyha a False King Demon Soul-al megcsinálod belőlük a Northern Regaliát, akkor Pure Black-en és Pure White-on is jó kis damage bónusz kapsz. De leginkább ez a idézőjeles állapot az befolyásolja, hogy mennyi a HP-d Soul formban. Tehát nyilván a Pure White-ra kell törekedni. Mi is úgy fogjuk, hogy előbb fölvisszük majd Pure White-ra. Ez lényegében akkor lesz meg, miután már a World Tendency-s dolgokkal végeztünk. Aztán meg majd lerontjuk Pure Black-re, hogy megkapjuk mindkét gyűrűt. És utána viszont az a gebasz, hogy átmegyek New Game Plus-ra meg Plus Plus-ra, két teljes végigjátszás, mire a Pure Black-ből Pure White-ot tudok csinálni. Ugyanis, hogyan lehet a karakter tendencit növelni? Ahhoz, hogy kivigyük a karakter tendencit Pure White-ra, ahhoz előbb az összes World Tendency-t le kell rontanunk Pure Black-re. Ha? Lehet még követni? Miért? Minden egyes világhoz tartoznak bizonyos nevesebb NPC-k, akiknek a Dark Spirit, akiknek a Black Phantom verziójuk ilyen minibossként elérhető lesz Pure Black-en. Azokat le kell szedni. És ha jól tudom, a Nexusba való vissza teleportálás nélkül meg kell keresni a világban az idézőjeles Primeval Demon-t, amivel önmagába Pure Black-ről semlegesen tudod visszaállítani a World Tendency-t. Tehát, hogy ezt azért kell ezt így csinálni, hogy ne csak a World Tendency-t állítsd vissza Pure Black-ről Neutral-ra, hanem hogy a karakter tendency megnövekedjen egyel. Tehát akkor fog nőni egyet a karakter tendency, hogy az adott Pure Black-es világba leölöd a neves NPC Dark Phantomját, majd Nexusba való visszatérés nélkül megkeresed a Primeval Demon-t. És utána visszamész a Nexusba, frissül a karakter tendency, fölmegy egyel. Ezt megcsináljuk az összes világba, majd aztán oda megyünk egy bizonyos NPC-hez, és megkapjuk a Friends Ringet. Aztán meg endgame-be, amikor már csak a final boss van, leszedjük az összes haszontalan NPC-t, akiktől már ugye úgyse lesz szükségünk semmire, megjelenik majd egy Mephistopheles nevezetű tag, aki majd azt kéri tőlük, hogy még öljünk le NPC-ket, ami olyan szempontból megéri, mert ad olyan fejlesztési alapanyagot, amivel boss soul-okat lehet húzni, a Colorless Demon Soul-t, és majd a végén Mephistopheles-t is le kell szednünk, és akkor kapjuk meg a Foes Ringet, amelyek ugye leginkább online aktivitáshoz kötött gyűrűk, tehát az egyik az azt tudja, hogy invaderként fogsz nagyobbat sebezni, másik pedig fantomként, de az All Rings trofihoz, szerezzél meg mindegy gyűrűt trofihoz, platinához szükség van mindkét gyűrűre, szóval remélem érthető volt, hogyha van még ezzel kapcsolatban kérdés, akkor ott a komment szekció, spameljétek meg. Én iszok egyet, aztán szerintem akkor bele is kezdhetünk egy kicsikét. Jaj, drága faszom. Fél HP jó lesz. Itt van ugye az öt világ, de egyelőre minket most csak a, vagyis hát hat világ, csak ugye nem csinálták meg azt a hatodikat. Aha. Szóval a kezdésnek minket ez érdekel, ugye a boletáriai palota. Hallottam már Baby Rage-et arról, így a játékot illetően, hogy ez mekkora egy unfair fasság, hogy csak a pálya elején, illetve bosszok után vannak, nem bonfire-ök, meg sugom, archstone-oknak hívják itt őket.
annyi a lényeg, hogy ebbe a játékba a shortcutokat iszonyatosan meg kell becsülni. Ugyanis azokkal itt tényleg jelentősen lerövidítetted a pályát, és talán... De szép macska pofád van, öreg. Talán ez meg a Dark Souls 1 az egyetlen játék ugye a sorozatban, ahol a shortcutok még érnek valamit. A 2-ben meg a 3-ban szerintem elbaszták azzal, hogy minden bonfire-től tudsz warpolni mindenhova, közel vannak egymáshoz, stb. És tudom, hogy ez igazából nem nehezítés, hanem frusztráló fasság, de nem tudom. Azért az elején így egy kicsikét ilyen, hogy is mondjam, jelen formálok, hogy A-ból B-be el kell gyalogolni, nem pedig az, hogy hát csak honvartolok egyet, aztán teleportálok. El lett kényelmesítve mindenki a Dark 2-vel, meg a Dark 3-ba, utána azért szidják a régebbi részeket. Mi az, hogy gyalogolni kell? Nekem alanyi jogon jár a gyors utazás, hogy a kurva anyádba mered. Luftütésbe kiváló vagyok. Nevetségesen kevés szólókat kapunk amúgy itt a rezidens köcsögöktől, de se baj. Az itteni Pure White World Tendency-nek a kurva anyád pozitív hatása az az, hogy ide majd oldalra ki tudunk menni. Majd megnyílik a kapu. Illetve, hogy a vörös sárkány az már nem fog itt minket zaklatni. Mondjuk előtte le tudjuk nyilazni egy kurva fáradtságos módszerrel, ami azért éri meg jobban, mert legalább megkapjuk a lelkét. Ami azt hiszem egy 10-es stat, hogyha ellőjük itt szólókból, egy 10-000-es szóval. Szóval mondhatni, hogy megéri. Hol a faszomba is? Beszaladtam a tűzbe. Já? Na. Jaj. Szóval igen, ez fog majd kinyírni Pure White-on. Na azért ennyi HP-nál még hasznos ez a Crescent Moongrass. Igen, target lockot nem mindig fog használni. Csak ha a helyzet úgy követeli meg. Most nem láttam, mi történt pontosan, de biztos. Egyik shortcut. Másik shortcut ott szembe. Jöjjön, a kis macska jön, csak itt kettőből halnak, ez még nem olyan nagy cucc. Bele is esett a lelke kútjába. De harmad gyengék itt ezek az ijászok, baszkikem. Mondjuk istentelenül nagy gecik, szóval legyen már valami kis kompenzálás akkor. Még mellette HP tankok is lennének. Ezekre a perit még azért nem éri meg, mert igazából így is majd, hogy nem ilyen one-shot kategóriában vannak. Jó, mondjuk utána majd a soldierek azok keményebbek lesznek. Meg ott a backstep base-ot a tére is. Szóval. Fafa firebomb. Ez majd a bosshoz hasznos lesz, az itteni bosshoz. De még mennyire. Létmunkra se kell még. Tovább azt külön meg kell jegyeznem, hogy arra nem volt hiszik, hogy az unused contentből, ugye a fel nem használt tartalomból lényegében a hatodik Hearthstone-t megcsinálják, de arra igen, hogy a Penetrator Armor-t baszki berakják egy ajtó mögé, amelyet speciálisan szerezhető érmékkel lehet kinyitni. És ebben az a antiklimatikus cucc, hogy a Penetrator Armor még csak nem is egy nagy szám, csak jól néz ki. Tehát azt hiszem össze kell törni, ezt csak olvastam, össze kell törni ilyen-olyan objekteket, és kapunk belőle ilyen érméket. Fingom nincs, hogy működik, csak hallottam. Hogyha jó lenne az armor, akkor érdekelne.
így meg ez a meh, majd egyszer megcsináljuk. Ez jó volt itt leszedni, mielőtt itt de Jalunk, Unknown Warrior Soul. Mailbreaker. Az e-mailjeinket ezzel tudják feltörni. Sose voltam nagy fanja ezeknek a kis vívótöröknek. Mint hogyha önmagában ezekben a játékokban a harc. Ja, hogy itt luftot ütöttem, mint hogyha önmagában ezekben a játékokban mondjuk egy Neohoz képest nem lenne egy síkú a harc. A thrusting szolgat kell, aztán bőven tudsz róla gondoskodni, hogy szúrás, 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 hűha. Annyi az egyetlen kvalitásuk talán még, hogy a némelyiknek a kritikája magasabb. Hoppá, 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 ez itt nem volt bős dolog. Vannak itt robbanós hordók. Á, hogy elakad... Jó, oké, oké, oké. Elakadok, hát az más. Természetesen, ha elakadok, az más. Ezt honnan a faszomból tudjuk itt felszedni? Az itteni macska Jancsihoz föl se tudunk menni, mi? Majd... Ja, megvan, kintről kell kerülni. Ez tök vicces, hogy már előbb lemegy az ellenfél HP-ja, mint hogy belerántódnának a backstabünkbe. Tehát a játék már előre tudja, hogy... Mennyi az az annyi? Az anyád faszát. Na igen, most kaptuk el az itteni dobálósat. Nem baj, ott a Crescent Mungress. Ilyen sérülésekre még tökéletes. Így tudjuk majd felszedni azt az itemet, amire az előbb kérdeztem azt, hogy hashtag hogy a faszomba. Half Mungress, ezeket most még tartalékoljuk, majd esetleg a Phalanx boss fightnál, hogyha nagyon lándzsa erdőbe bele gyaloglunk. Buster Sword. Hát... Nem a crushing irányt fogom pártolni, szóval nekünk ez most irreleváns. Nagyon szép a játék, gyerekek. Nagyon szép. És tényleg durva, hogy egy remake az első igazi, tényleges PS5-ös játék, baszki. Mert még nem tudtak csinálni semmit. Most ilyen AC-val hal, meg stb. Könnyörgöm PS4-re is van. Aha. Kaptunk is a hátunkba Aine nyílveszőt. Se baj. Na, itt okulva az első végigjátszásomból. Mutatom, hogy mit négy csináljunk. Kezdésnek ne szaladjunk bele az íjászba. Ezek az animációk. Le is széttük, négy darab half mongress. Ugyanis ez itt már egy endgame terület. Ez itt már egy endgame terület. A kék szemű lovagokra emlékeztek még? Az a vörös szemű idióta az ilyen felfejlesztett verziók, tehát most így belink charge-olna, és annyi lenne. Mondjuk itt még amúgy sincsen dolgunk, mert ez itt a mauzóleum, ahol majd All King Doran-nal fogunk megküzdeni a Demon Brandért, illetve majd meg is öljük egy trofiért, a hipster champion Gandir szettjéért, és az Eternal Warrior ringért, ami konkrétan a Chlorantinek a előfutára. Itt jöttünk föl, igaz? Igaz, itt jöttünk föl, Jill. Na akkor az az irányt most egyelőre kivégezve. Leszedjük még itt ezt a faszt, aztán... Tudjátok, nem, nyissuk meg a shortcutot. Aha. Jill. Amúgy ezeknek a vörös szemű verzióiknak lesz majd armorjuk is. Ha a Digital Deluxe Edition-t vetted volna meg, amúgy annyira lehúzás, tehát hogy most nem nézzük például azt, hogy kedvezményesen 27 000, amúgy 35. Azért, mert van benne pár fegyver, ami úgy a középszerűt sehogyan se ugorja meg. Nem mondanám azt, hogy annyira megéri.
36, Jézus faszabaznak játékét. Mi lesz majd a PS6-nál? Ezért 32 giga RAM-nak az árát fogják elkérni, érte? Vagy mi a faszom? Ezt annyira vártam. De meg az égésnyomok is milyen faszák. Az lenne az igazán faja, hogyha még mi is megégnénk, amikor belemegyünk. Amúgy már talán mondhatni, hogy a kamerához hozzászoktam egy kicsikét. Haha, Belfast Nyugger. Na, ezt is numero uno. Vágjátok el. Nagyon fontos. Tehát nyilván, mondom még egyszer, hogyha esetleg valakinek nem esett volna eddig, játszottam már az eredeti játékkal. Csatornán is volt látható belőle. Jaj, more. Ezeket a hordókat, amíg vannak ellenfelek a közelbe, célszerű így egy gurulással hatástalanítani. Na. Miért volt egy fasz a dolog ezt itt levágni? Az egyik leghasznosabb gyűrű a játékba. A Klingring. Ugyanis 75% HP lesz így a max, amit soulformba tudunk tartani. Ami azért egy kicsikét jobb, mint az 50. Egész pontosan 25%. Hú, de kemény vagyok, hogy kimatekoztam. Egy spice és az Jade Jade Hair Ornament. Ezt majd Tomásznak oda kell adni. Na de. Ki is nyitottuk konkrétan az első shortcutot. A második azért még komolyabb lesz. És itt mondjuk az első világ első pályáján a játék kötelezésre, hogy nyisd ki a két shortcutot, ugyanis és hát kötelez rá, hogy menjen arra fel, ugyanis a falanxhoz vezető kapu akkor fog kinyílni, ahol ugye kellemes fogadtatásban lesz, és hozzánk basznak egy kurva nagy láncsát a cutscene-be. A firebombokat oda majd tartogatjuk, szóval most igazából remélem ez egy kellemes intro rész volt, srácok, innen fogjuk folytatni. Emek, eszek egy kis nyugtató feltöltő zapkását, aztán folytatjuk is. Sziasztok!